Jó estét kívánok! Egy különleges dokumentumfilmet mutat ma be a Magyar Televízió. Ismereteim szerint a magyarországi nyilvánosság még sohasem kísérhette figyelemmel ilyen közelről és ilyen részletesen egy szívátültetés történetét. A 74 perces film pergése közben bizonyára önökben is fölmerül majd néhány kérdés, ezért stúdió vendégeket hívtunk, és közvetlenül a vetítés után beszélgetünk ezekről a nyilvánvaló kérdésekről. Érdekessége lesz ennek a beszélgetésnek is, hogy két résztvevője önökkel együtt most látja először ezt a dokumentumfilmet. Hadd mutassam be tehát őket. Mindenek előtt dr. Bodor Elek egyetemi tanárt, aki a Városmajor utcai klinika szívsebészetének vezetője. Szakács László, akin két évvel ezelőtt hajtottak végre szemmeláthatóan sikeres és eredményes szívátültetési műtétet. És Alvási Tamás, a film rendezője, ő adta egyébként ennek a filmnek a címét is. A cím egyetlen szó, szívügyem. Kezdődjék tehát a vetítés. Azt hiszem nem könnyű ezután a dráma után megszólalni. Én először az első impressziókat szeretném hallani. Szakács úr, ön egy egész különleges ember, akivel mindez, amit itt láttunk, megtörtént egyetlen különbséggel, hogy most itt ül közöttünk, és végig tudta nézni. Mire gondolt közben? Nagyon ledöbbentett a film, mert lényegében a műtét egyes részeit most láttam magam előtt először, amit talán sem tudtam eddig képzelni, és ez nagyon lesújtó. Bár én Lacinak a lelki állapotával ott a arrogáns mondjából nagyon-nagyon egyetértettem, mert szóval szörnyű dolog az, amikor tudatalatt már tudja, hogy másodszor is meg kell nyitni. És ott jött be neki azok a részek, amikor már szerintem már hite is kezdte ott elhagyni. És nagyon-nagyon sokszor van ilyen rész a dologban. Ön is így, volt ilyen állapotban? Én később voltam, azt hiszem. Én már a 40. nap körül voltak egy kis komplikációk, és akkor szóval kegyetlen azokat a dolgokat elviselni, és akkor az ember már pszichésen kezd maga alatt lenni, meg álmodik a hazamenetelről, és akkor jön egy rossz rész, amikor újra lenyomja az embert, az kegyetlen elviselni. Ön hány éves volt akkor, amikor a műtétet? Én 41 éves voltam. Tehát két évvel idősebb, mint Laci. Professzor úr, szintén csak azt tudom kérdezni, mire gondolt, mit érzett, amikor újra végignézte? Ugye ennek a történetnek két főszereplője van, Orosz László és ön. Most itt végignézte a történetet még egyszer átélte. Borzasztó érzés, megint a kudarc érzése, hogy veszítettünk, és sajnos halál erősebb volt, és ez amit nem lehet, az ember nem tud elfogadni. És ez nagyon-nagyon megviselt, úgyhogy nagyon megrázott engem is. Melyik volt a nagyobb pszichés teher, csinálni vagy nézni itt? Hát nézze, nézni nagyon rossz volt is, mert végig gondolni azokat a lépéseket, ahogy próbáltunk, hogy hát, ha mégis sikerül, és harcoltunk érte. Maga megcsinálni a transzplantációt, az egy óriási feszültség belül, mert hiszen döntünk, és döntünk egy ember sorsáról. Akkor is, mikor tudom, hogy az illető lényegében halálra van ítélve, tehát ez utolsó szansz. Tudtuk, hogy utolsó lehetőség, meg kell próbálkozni, és meg kell mondani, bennem volt ez a kis érzés, rossz érzés, hogy kicsi volt a szív, nagy darab embernek. De egyszer már nem lehetett visszakozni, mert ha most még egyszer, akkor ez biztos, hogy nem érte volna túl, meg kellett próbálni. Tamás, hogyan lett a te szívügyed, Orosz László története, hogyan ismerkedtetek meg? Hát, kicsit vissza kell nyúlni. Személyes érintettség. Szerencsére nem szív, de elég súlyos. Édesanyám nagyon súlyos, élszükületes. És a 6.-7. műtétjénél, ami éppen a Városmajori klinikán történt, végéltük azt a bátyámmal, hogy betolták a műtőbe, és nem tudtuk, hogy lábbal hozzák ki, vagy láb nélkül. És akkor én végignéztem azt az őrületet, ami kívül bennünk lezajló iszonyatos érzés, de azt, hogy orvosok, szakszemélyzet, ápolók, hogy micsoda látszólag fegyelmezetlenséggel, iszonyatos odaadással, rohangálással, miközben napi rutinnal
kéne csinálni, de hát nem tudják kivonni magukat ezzel a hatás alól. Tehát, hogy hogy csinálják ezt? És akkor ajánlott az egyik adjunktus nő, hogy miért nem foglalkoznak, ami komolyabb témával, szívcserével, szívátültetéssel, és meg kell mondjam engem, ez nem igazán izgatott fel. De ahogy kezdtem ismerkedni, ahogy a professzor is utalt rá, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Először azt tudtam meg, hogy ez egy hadműveleti pontosságú terv, amiről a filmben nem nagyon esik szó, hiszen hát itt emberi történetet mesélünk el, de itt tényleg perceken, másodperceken múlnak dolgok, itt nagyon összehangoltan sok orvos, sok ápolónő, gépkocsi vezetők munkája kell, hogy stimmeljen, passzoljon, hiszen 4 óra alatt kell a régi, az új szív, vagy a régi szív fejére az új szívet betenni, úgyhogy még a műtétek is közben vannak, tehát a szerkvétel és a műtét. Először csak ez izgató, de ez még önmagában nem lett volna elég filmre, pontosan engem nem érintett annyira, hanem amikor rájöttem arra, hogy van esélye arra, és ez iszonyú nagy, nem is tudom, hogy köszönjem meg az orvosoknak is, és hát szerencsétlen most már hát halott Laci hozzátartozóinak, amikor rájöttem arra, hogy ezt meg lehetne személyesíteni, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk követni valakit, aki még műtét előtt áll, és egy valódi drámai helyzet jön létre, ahol persze az ember kalkulált abból, hogy halál is lehet a vége, de soha nem hittük, hiszen mi személyes kapcsolatban, barátságba kerültünk. Professzor, önnek ezután nyilván oda kellett állni megint a műtőasztalhoz, hogy lehet ezt egyáltalán csinálni napról napra? Nézze, kell. Kell csinálni, és a kudarcot is, bár nem lehet megemészteni, azt mondtam, de kénytelenek vagyunk csinálni, mert hiszen ott a következő ember, akinek a választása vagy a sikerül a műtét, akkor túlél, egészséges ember lesz, ha nem operáljuk meg, akkor meghalnak. Tehát az ember ilyenkor egy hétig, két hétig nagyon föltöz van csapva, és nagyon nehezen viseli, de dolgozni kell, és talán a folyamatos munka, és hál' Istennek azért sikerek is vannak, és sőt, talán nagyobb is sikerek vannak, azért az embert egy kicsit úgy helyreállza a lelkét. Nem fordult elő most sem, amikor a filmet végignézte, tehát ezek szerint az események után egy évvel, hogy esetleg mégsem kellett volna Lacit megműteni. Tudom, hogy ez egy kegyetlen kérdés, de nem tudom megkerülni. Nem. Nem. Ha ugyanígy, ugyanebben a szituációban lettünk volna, ugyanígy megcsinálom. Szóval itt vége volt Laci történetének, vagy ez a műtét, vagy úgyis vége. Az én állapotom az viszonylag, amikor észlelték a betegséget, annyira romlott, hogy szinte hetente éreztem a lehetetlenséget, az elgyengülést, és szerencse a dologban, hogy ez a gyorsabb rom állapot annyiba jobb, hogy más szervek talán nem károsodnak annyira. Tehát meg azért fegyelem kell. Abba a professzornak tenni, de a másik igaz az... Miben kell a fegyelem az ön esetében például? Mit érzett, hogy mire kellett koncentrálnia, hogy együtt harcolhasson az orvosokkal? Minden utasítást be kell először is tartani. Kegyetlen betartani, mert... Tessék nekem példát mondani. Hát nehezen tűri az emberet, csak mondok egy példát, egy átlag ember teljesen oda van, hogy megkatéterezik. Minket fél év alatt megkatétereznek 10-szer. Ezt elég nehezen viseli az ember. Utána ugye, szóval, és akkor mindig máma nem történik semmi, akkor föllép valami, akkor jönnek inekció, ez kell, azt kell csinálni, nincsenek az embernek vénái. Szóval kegyetlen nem, aki ezt nem csinálja végig, aznak el se lehet ezt mondani, mert ez egy ilyen harc. Mikor néztük itt a filmet, és a szív oda került a tálcára, akkor önök egymásra néztek. Miért néztek egymásra? Mire gondoltak? Hát a professzor úr már biztos sokat látott ilyet, tehát ez, nekem ez úgy elég kegyetlen. Hát én nem láttam ilyet, mert azt hiszem még nem mutattak be sehol ilyet, hogy is néz ki az, meg nehéz fölfog nekem, még mai napig nem dolgoztam én ezt föl, hogy ez hogy is van, hogy ezt kivesszük, azt betesszük, az nagyon kegyetlen, és hogy mik múlnak ezzel. Professzor, ez nem van egyszer. Mire gondolt, mikor ránézett Szakács úr? Miért nézett? Nem lesz rosszul, látva azt a kivett szívet, ami ott még fibrillált, mozgott, és mellette azt a sokkal világosabb, lehűtött szívet, ami majd be fog menni a mellkasba, hogy hogyan bírja ezt elő.
pszichésem, hiszen lényegében ugyanezt történt meg vele is. Ha már említette, hogy hogyan bírják pszichésen, utaltunk erre a bizonyos részletre itt a filmben, amikor Orosz László a bort követeli, a folyadékot követeli, ugye félreértés elkerülése véget, itt nem az alkoholt követeli, hanem előírt folyadékot fogyaszthat, vagy nem fogyaszthat, ahogy ön is mondta. Úgy tűnik, mintha egy kicsit megváltozott volna a személyiség, az élettárs erre rá is kérdez. Ez egy reális veszély, hogy a szervátültetés közben változás áll be a személyiségben? Igenis. De itt nem csak a szervátültetésről van szó. Sajnos a szívműtétek kapcsán nagyon gyakran észreveszünk, nem ilyen durván, mint a Lacinál, de nagyon gyakran észreveszünk, hogy van egy pszichés változás. Tudni, kétféle embertípus van, aki szívműtétre kerül. Van, aki bevallja, hogy fél, van, aki nem vallja be, de tudatalatt ő is fél. Hiszen minden ember tudja, hogy azért egy szívműtét az fájdalommal jár, félünk a fájdalomtól. Szívműtét, de mindenki tudja, hogy ezért ez nem egy életbiztosítás, és ad abszurdum a szívműtétbe bele lehet halni. Ez azért minden betegben egy nagy stresszt jelent. És még egy koszorúérműtét, vagy egy billentyűműtét után is nagyon gyakran megváltozik az embereknek az egész pszichés viselkedésük. Van olyan, aki nagyon vidám lesz, szokatlanul, van, aki aneki magába forduló, van, aki oktalanul, ingerlékeny lesz. Ezt aztán később idők folyamán ez megszűnik a család segítségével, hogy visszaáll az életben, visszatérje a régi énjét. De műtét után ez majdnem mindenben, mondjuk az esetek felében ez előfordul. Ön tapasztalt ilyen jeleket? Biztos. Van egy időszak, amikor az ember ingerülté válik. Mondom, de ez attól van, és én talán hazamentem, utána már mondhatom azt, hogy egy... Szóval az első idő talán még jobb volt, mert annyi lekötöttség volt, tehát olyan gyenge fizikai állapotba kerül az ember még hazautazáskor is, hogy teljesen csak arra koncentrál, hogy én tényleg tudjak menni, mert ez a hosszú idő, ez úgy kezdődik a torna, hogy így kezünket elkezdünk szórakozni vele, és az szóval az ott egy nagyon nagy figyelmet, szóval ott még oda is kell az akarat, hogy jó fizikai állapotba kerüljön, mert másképp nagyon nehéz ebből, hosszú. Szóval hosszú az idő az, amit olyan zárt közegbe tölt az ember, hogy a szervezet az annyira legyengül, hogy nehéz visszahozni magát. Én azt hiszem, hogy a stáb soha nem volt még ilyen nehéz helyzetben, mint itt. Te hogy gondolod? Ha a professzor ura ilyen hatása volt, ha a betegre ilyen hatása volt, egy kívülálló, de mégis most bennfentes kollektívára, vagy rád, milyen hatása volt ez egész? Ez egy nagyon érdekes kettős, kétirányú hatás volt. Az egyik, hogy fölmerült bennem is, és a munkatársaimban is, hogy bár nagyon kevesen csináltuk, mert egy annyira intim műfaj, annyira intim kapcsolat kellett, hogy nem tudtuk, és nem is lehetett többen csinálni. De fölmerült bennem, hogy szabad-e, lehet-e. És ugyanakkor, ahogy az Orosz Lacival megismerkedtünk, de a többiekkel is, az a Szakács Lacit is már régóta ismerem, meg a többi szívre váróval, új szívesre. Nem volt kérdés, mert egy kapaszkodót találtak bennünk. És az őrület, nagyon nehéz elmondani, hogy az emberek a kezét fogták még az utolsó pillanatban, a szó szoros értelmeben, és nem csak pszichésen értem ezt. Tehát ahogy a Laci itt mondja az ágyba fekve a szívszorító történeteit, azt hiszem, hogy talán nem csak arról van szó, hogy exhibicionizmus van valakiben, hogy mert ott a kamera, akkor kibeszél, mert rég elfejtette a kamerát. Egyébként úgy tűnik, hogy nem viselkednek az emberek a kamera előtt, ott a műtőben is. Szóval ez volt a egyik legmegdöbbentőbb dolog számomra, hogy önnek is olyan gesztusai vannak, bocsáss meg, hogy félbeszakítottalak, amik teljesen civil gesztusok. Talán még azt is lehet mondani, néhány nem is való nyilvánosság. Hát akkor adott szituációban az ember olyan feszültségben van, akkor nem veszi észre azt, hogy másod, hogy úgy mondjam, felesleges emberek is ott vannak. Ott az ember látható, hogy amikor megindul a szív, akkor az ember akkor átsóhajt, hogy legy hatalmas. Sőt, még fogászkodik is egyet. Maradjunk egy picit még a műtétnél. Van néhány olyan apró mozzanat, amely úgy érzem, hogy magyarázatra szorul a kívülálló számára. És itt Szakács is megemlítette, hogy nem tudja megszokni a gondolatot, hogy kiveszik, beteszik, szóval ahogy megfogják a szívet, hogy bekerül egy ilyen nylon zacskóba. Tehát az egésznek van valami fajta ilyen manufakturális jellege.
Miközben el tudom képzelni, hogy ez milliókba kerül. Valóban egy ilyen ellentmondás van itt. Ez a világ legkorszerűbb technikája, vagy nagyon korszerű technika, és mindenütt így csinálják, vagy önök kénytelen kelletlen ilyen nylon zacskóval dolgoznak? Ezt mindenhol a világon ilyen nylon zacskóval dolgoznak, ilyen közönséges frigider táskába viszik a szívet, ez a világon, az égettei világon mindenhol így van. Ez a része, ez soha nem lehet, sehol nem lehet gépesíteni. Ez adott. A többi része. Hát a többi részben sajnos mi le vagyunk maradva, például, ami nálunk egy probléma, hogy máshol, ahol jobban felszereltek kis kórházak vannak, ott például van egy olyan vizsgáló készülék, amit a mellkasra raknak, például a donornál, és pontosan meg lehet állapítani, hogy hogyan működik a szív, mi van. Tehát nem kell megvárni azt, hogy a sebész kinyitja a mellkast, megnézi a szívet. Mert már az úgynevezett EHO-val pontosan lehet információkat szerezni arról, hogy hát milyen a szív, tehát jó lesz ennek a betegnek méreteiről, egyebekről. Ez sajnos Magyarországon, hát van egy jó pár, de mondjuk pont a traumatológiákon nincsen. Térjünk akkor vissza a film végén látható táblázatra, és egy kicsit tágítsuk a kört, és beszéljünk a magyarországi helyzetről. Tehát ott azt olvastam, hogy 30 ezer műtétet hajtottak végre az egész világon, 70%-a 10 évnél tovább élt. Mit tud elmondani a pillanatnyi magyarországi helyzetről? Most ezt javítanom kell, hát logikus, ez a 30 ezer műtét az 1968 óta, de döntően lényegében 80 óta, 82 óta, amikor megjelent egy bizonyos gyógyszer, a ciklosporin azóta vált az egész szervtranszplantáció, hogy úgy mondjam, rutin feladattá. Hát most van lényegében a 80-es évek elején, ennek operált betegeitről tudjuk, azok kb. 70-75%-uk megélik a 10 évet. Későbbiek folyamán valószínűleg még későbben operáltak, akik még jobban tudunk kezelni, ennek még jobb eredményei lesznek. Amiért nagyon jók az eredményekként, azért, mert nagyon sokat csinálnak. Tehát általában ennyire rossz állapotban, mint nálunk a betegek kerülnek, legritkább esetben kerülnek kint betegek ilyen rossz állapotban műtétet, tehát nagyobb a túlélés esély, kevesebb szer megy tönkre, tehát a mája veséje nem megy a recipiensnek tönkre. Magyarországi helyzet. Magyarországi helyzet abszolút nem valami nagyon rózsás. Évente 3-at tudunk, 4-et tudunk csinálni, mert hát lényegében ezt az egészet mi, hogy úgy mondjam, partizán módon csináltuk. Partizán módon szerveztük meg, és soha ezért az egész programért programhoz semmi, de semmi segítséget nem kaptunk. Ezt a volt főnökömmel együtt 10 évig szerveztük, hogy itt a Magyarországon legyen szívátültetés, és ezt úgy, hogy elmentünk tanulmányutakra, nővéreket tanítottunk, összeállítottunk, ez egy borzasztó speciális, nagyon pontos munka. Tudhatjuk azt, hogy mibe kerül egy ilyen műtét? Kifejezhető ez egyáltalán pénzben? Hát pénzbe kifejezhető, mert effektíve mindennek ára van, mondjuk az orvosi munkának, meg a nővér munkának nincsen ára, az ingyen van. De effektív anyagköltsége, gyógyszerköltség, és a gyógyszerköltség az irdatlanul magas. Egy ilyen műtétnek az ára mostani megemelt gyógyszerárak mellett, ha teljesen simán zajlik, tehát semmiféle komplikáció nem jön, közben akkor 4 millió forint körül van. Magyarul tehát, ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor azt mondjuk, hogy technikailag a mai magyar egészségügyben 4 millió forintba kerül egy szívátültetési műtét. Én kiválasztottam, itt is elhoztam, mert a Londoni Times-ban találtam egy fényképet egy 4 éves kislányról, akit azért mutatnak be, mert a 4. születésnapját megélte, miközben 1 éves korában 2 hét alatt 3 májátültetési műtétet hajtottak végre rajta. Én úgy gondolom, hogy ez a kép is, meg az, hogy ön itt ül, ez azt bizonyítja, hogy ezt nem lehet abba hagyni, nem szabad abba hagyni. A jelenlegi magyarországi feltételek mennyiben erősítik, segítik ezt a kétségben vonhatatlan tényt, és gondolom, hogy a film is ezt bizonyítja, pedig tragédiával végződik. Sajnos nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy a jelenlegi magyarországi helyzet egyértelműen támogatná ezt a transzplantációt, hiszen ahol mindenhol restrikció van, ott
nem nagyon szeretik azt mondani, hogy hát Istenem, ez 4 millió forintot ki kell adni. Számtalanszor megtámadtak arra, hogy hát miért nem másra költjük el a pénzt. De én nem vagyok hajlandó ezt elfogadni, mert hiszen ha belegondolunk, hogy mennyi más egyébre teljesen felesleges dolgokra is elköltünk még ma is pénzt, akkor egy ember élete, hát egy ember élete 4 millió forintért, hát mi az őszintén szólva? És ezek az emberek teljesen egészséges emberek lesznek. Hát itt a példa, vagy van egy másik példa, a második transzplantáltunk, aki tudott megtenni 3 lépcsőt. Az ma aranyelvényes turista, és 30 kilométert megy hegyen, völgyön, dombon, fölfelé, lefelé. És ezek az emberek élhetnek hosszú-hosszú ideig, és mondjuk, ha itt a vérig meddig a társadalom kicsit nem olyan kuriózummal tekintene rájuk, ezek az emberek visszamennek dolgozni, vissza akarnak menni dolgozni. Csak meg kell teremteni a körülményeket. Csak egyszerűen rájuk van sütve a Káin bélyege, hogy hát szívtranszplantált, akkor nem veszik föl, nem adunk neki munkalehetőséget, mert hát Istenem, mi történhet vele? Nem vállal a felelősséget. Önnek van munkalehetőség? Nincsen, sajnos az a helyzet, hogy tényleg ez egy olyan fajsúlyos probléma lesz, mert mindenki 15 ezer forint nyugdíjból itt, végül is mondhatom azt, hogy fiatal emberek vagyunk, nekem 2 kiskorú gyermekem van, ebből lehetetlen eltartani a családot. Csak a társadalom részéről nem érzünk egy olyan toleranciát, amikor már például csak az én szakmámat veszem alapul. Egy vendéglátóban én nem tudok elmenni dolgozni, mert egyet érdekli a vendéglőst, hogy lehúzom minden bőrt a dolgozójáról, tehát én 16 óra nem vagyok hajlandó. És ön bír, mennyit bírna egyet? De például nagyon, tehát társadalom tolerálna egy kicsit, csak mondok egy példát. Én nagyon szívesen vissza tudnék menni, amit a vendéglátói szakközi iskolai képesítésem van. Tehát gyakorlatilag ennek a felügyeletéhez már egy 6 órás munkára, ha egy kicsit tolerálnak, már el tudnék menni dolgozni. De hát ezeket a segítséget senki nem kapja meg, mert ahogy professzor úr mondta tényleg, hogy hát úgy néznek ránk, hogy már ugye azaz, mire számolnak, hogy mi betegek vagyunk, nem megyünk dolgozni, holott pedig van olyan fiú, aki dolgozik, és tényleg csak maximálisan mondhatja róla a főnek, a esztergomi fiú dolgozik, vagy most már a Sanyi is dolgozik, hogy de muszáj, mert nem tudunk, egyszerűen lehetetlen helyzetbe kerülünk máshol. Tamás, mire számítasz? A professzor itt komoly nehézségeket említette. Úgy gondolt, hogy egy ilyen film segít ebben? Hogy könnyebb legyen? Azt én nem tudom, hogy direkt mondom segít-e. Egyben biztos vagyok, hogy talán olyan dologról beszélünk a filmben, vagy olyan dolog jelenik meg, amiről nem beszéltek még, és itt kénytelen szembenézni a néző problémákkal. A filmben látható szívműtét, és azzal együtt, hogy ez szomorú, hogy ez egy halálesettel végződik, de hát ez egy pozitív erő megmozgatásra szántuk, hogy az emberek szembesüljenek vele, és higgyenek abba, hogy lehet. Nekem minden tiszteletem azoké, akik ezt a munkát vállalják, és ez példaértékű, nem nyilván az orvosi területről szól, de hogy általában az életre. És a Laci is valami hihetetlen akarattal rendelkezett, az orosz Laci, aki akart valamit. Az egy más dolog, hogy sokan az akaratuk ellenére is az objektív körülmények között nem tudják végigcsinálni, amiben hisznek, ami fontos. És kérdezted, hogy mit gondolok a film kapcsán. Hát ha ez az üzenete lenne a filmnek, ha ez így hatna, akkor nagyon boldog lennék. Persze azért számoljuk, hogy az embereknek van egy általában egy kórházképük, de azért mindenki a kicsit retusált, kicsit kijavított, kicsit a vészhelyzetre emlékeztető kórházra gondol, és úgy meg fog lepődni, hogy a szívet megfogják, a szívet hűtőtáskába teszik, de hát ott is abba tették egyébként. Úgyhogy... Én azzal kezdtem a műsort, hogy Magyarországon még ilyen részletességgel, ilyen közelről nem lehetett látni szervátültetést. Mit gondol? Mi lesz a hatása ennek, professzor? Mert ön végül is segített, nyilvánosság elé tárta. Én úgy gondolom, hogy a lehetőség önmagában rendkívüli, nem csak a szívtranszplantáció történetében, hanem a televíziózás történetében is. Miért engedte közel a kamerát a műtőhez? Talán reménykedtem abba, hogy azt a burkot, amiért az egész orvostudomány bizonyos mértékig egy ilyen fetisizált burok veszi körül, a szívsebészetet,
azt még inkább, és a szívátültetést azt meg ilyen valami fantasztikus dolognak tartják, ami valami olyasmi, ami nem kézzel fogható. Én nagyon reménykedtem abba, reménykedek most is abba, hogy talán ezzel a filmmel sikerül ezt a burkot áttörni, és rájönnek arra az emberek, hogy kérem szépen, hát ez is egy ugyanolyan beavatkozás, bonyolultabb, de életmentő beavatkozás. És én nekem agyamban még egy hátra volt. Talán több és több lesz olyan ember, és olyan hozzátartozó, aki ha meghal a hozzátartozója, mert ilyen is előfordult, hogy egy 17 éves fiú meghalt, agyhalott lett, és akkor az édesanyja szólt az orvosnak. Nem az orvos gondolt rá, édesanyja gondolt, amikor mondták, hogy kérem, meghalt. Hogy nem lehetne a szerveit felajánlani? És én nagyon reménykedem abba, hogy több ember lesz, aki végig gondolja és figyelmezteti az orvost, hogy hát ha még lehet segíteni valakin, mert van egy nagyon jó kis szlogen, kint nyugaton és Magyarországon is hoztak egy kis ilyen papírdarabkát, a autóra ragasszuk, hogy ne vidd magaddal a szervekeidet a mennyországba. Ott fent tudják, hogy nekünk szükség van itt rájuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és én is csak azzal szeretném befejezni, hogy mindazok, akik látták, vagy most nem látták, de hallják, hogy mit láttak itt a televízióban, orvosok, politikusok, hozzátartozók, segítsenek, rajtunk is múlik, hogy hányan vagyunk.